Nem botlott a két hibátlan csapat a megyei első osztály negyedik fordulójában. A nyígyulaj kettő nura győzött a tarp ellen, a Sényű pedig balkányból vitte a három pontot három egyes sikerével. A Máté szalka kettő egyre bizonyult jobbnak a kótajnál, a vásárosnamény szintén kettő egyre múlt a felül a házát. A rakamasz dombrád mérkőzés három egyes hazai sikerrel zárult, a fehér tiszavasvári találkozó után is a hazaiak körülhettek három kettes győzelmüknek. A nagy halász négy nyert a tuzsér ellen, a nagy Eccset pedig mándokról távozott kettő es győzelemmel. Egy jó mérkőzés volt, tehát ezt a hazai is alá tudják támasztani. A meleg ellenére én úgy gondolom egy nagyon nagy mérkőzés volt, rengeteg helyzettel, tehát volt oda-vissza helyzet bőven. Azt hiszem egy közönségszoroló mérkőzés, és egy jó játékkal sikerült győzni. Sikerült azért idézőjelbe feltérképezni őket, ahogy szokták mondani, tehát visszaálltunk, kontra játszottunk, nagyon sok lehetőségünk volt, igaz, hogy átadtuk a hazaiaknak a területet, de úgy gondolom ez így maximálisan betartottuk a tabella élén a 12 pontos nyígyula áll, megelőzve a szintén 12 pontos sényűt. Mögöttük 5-7 pontos csapat következik, Nagy Halász, Fehér Balkány, Nagy Ecsed, sorrendben. Két gárda, a Domrád és a Tuzsér még nem szerzett pontot ebben a bajnokságban. Az ötödik forduló párosítása a következő, Baktalóránt háza, Fehérgyarmat, Tuzsér, Balkány, Tiszavasvári, Nyírgyulaj, Tarpa, Rakamaz, Nagyecsed, Nagyhalász, Sényű, Vásárosnamény, Domrád, Mátészalka és Kótaj, Mándok.